MTK sarokrúgás tehát. Jól jön befelé. Van is csúsztatott fejes, és ott a gól! Vezet az MTK! És ha jól látom, akkor éppen Kocsistól elgetik a társak. A 60. percben 1-0-ás vezetést szerez az MTK. Ezúttal sem lesz gól nélküli döntetlen. Kocsis a gólszerző, Antonov szöglete remekül kanyarodik középre, és Evangelu marad le Kocsisról, aki háttal állva a kapunak csúsztat Dombó hálójába. Egy kicsit kitekert mozdulattal, ez nem von le semmit az érdemeiből.